Morvai asszony. Nagyon szépen köszönöm. Elnézést kérek, biztos asszony, hogy nem hallottam az előadását, mert más elfoglaltságom van, volt, de nem olyan régen személyesen találkoztam önnel. És itt van egy fontos jelentés, az EU jelentés az emberkereskedelem áldozataival kapcsolatban. Remélem, hogy a magyarok és a más országoknak az állampolgárai, aki az Európai Unió perifériáján élnek, elolvassák ezt a jelentést, akiket a gazdasági igazságtalanságok arra kényszerítenek, hogy elhagyják a hazájukat és a családjukat is ott hagyják, és munkát keressenek külföldön. Gyakran az Európai Unióban. Ez a kérdés politikailag érzékeny, ezért beszélünk róla ritkán. Tehát amikor a munkavállalás szempontjából beszélünk az emberkereskedelemre, tulajdonképpen két kérdésről beszélünk. A harmadik ország állampolgárairól beszélünk, akik eljönnek az Európai Unióba, és tulajdonképpen rabszolgaként dolgoznak, és erőszakos cselekmények áldozatai. A másik pedig a másodosztályú állampolgárok, országok állampolgárai, akik az Európai Unió perifériáján vannak, peremén vannak, posztszocialista országok, mint Magyarország, ahol a helyzet hasonló gyakran a harmadik világéhoz, még akkor is, hogyha az Európai Unióban egyenlő jogi tagoknak tekintenek bennünket, és ahol az állampolgárok a körülmények miatt el kell, hogy hagyják a hazájukat, és a gazdagabb, szerencsésebb Európai Uniós országokban vállalnak munkát. Az első kérdéssel, mint a migráció is kérdéssel foglalkoznak, a másodikkal, tehát amelyben az kelet-európaiak vándorolnak ki Európába, arról úgy beszélnek, mint a munkavállalók szabad mozgása az Európai Unión belül. Ugyanakkor kiszolgáltatottsága és az elnyomott helyzet ezeknek a munkavállalóknak sokkal kevésbé van elismerve, mint azokért az emberekért, akik migránsként szerepelnek. Hogyan látja ön ezt a kérdést? És hogyan lehet ezt a helyzetet megváltoztatni? Gyakran kapcsolatba lépnek velem magyarok, akik munkát keresnek külföldön, nyugat-európai országokban, de tulajdonképpen, mint az emberkereskedők áldozatai dolgoznak nagyon rossz körülmények között, és még kevesebb jogi törvényes védelmük van, mint a harmadik világból jött migráns munkavállalóknak. Nincsen semmilyen intézmény, civil szervezet vagy kormányszervezet, ahova fordulhatnak a saját nyelvükön azért, hogy megkapják azokat a szolgáltatásokat, orvosi, mentális, szociális és jogi szolgáltatásokat, amelyek segítségével a jogaikat érvényesíthetnék. Na most vajon ezt meg lehet változtatni? Vannak erre erőforrások, hogy ezek az összetett szolgáltatások rendelkezésre álljanak az EU állampolgároknak, és ugyanakkor felismerni ezt a problémát, mert ez egy súlyos probléma. Mi lenne az ön üzenete azon magyar állampolgárok számára, akik emberes kereskedelem áldozatai, és akiket megfosztottak a jogaiktól, és akik Németországban vagy akármilyen más EU-s országban jogorvoslatot kaphatnának? A másik kérdésem egy konkrét esettel kapcsolatot, egy magyar nővel kapcsolatos, aki munkát keresett Spanyolországban.
emberkereskedelem áldozata lett, erőszakos bánásmód áldozata, és kapott ugyan segítséget a spanyol hatóságoktól, és peres eljárást is indítottak Spanyolországban, utána pedig visszatért Magyarországba, és most a magyar hatóságok azt mondják, hogy nekik ehhez semmi közük, hiszen őt Spanyolországba vitték el, és épp ezért a spanyol hatóságoknak kell gondoskodni róla. Tehát most már minden rendben vele, tehát nem kap orvosi vagy pszichológiai segítséget, vagy kártérítést, mert a spanyol hatóságok nem ajánlottak neki kártérítést, nem is tájékoztatták az erre szóló jogairól, és most azt mondják neki, hogy hát nem volt szerencséje. A harmadik kérdésem egyetért azzal, hogy az emberkereskedelem a nők esetében a szexuális kizsákmányolása a prostitúció eredménye? Hogyha nem lenne prostitúció, akkor nem lenne ilyen női emberkereskedelem? És akkor harcolni kellene-e a prostitúció és a nőkereskedelem szexuális kizsákmányolás céljából történő kereskedelem szempontjából? Itt a munkára való kényszerítés kapcsán Morva Jensen kérdésére is szeretnék most válaszolni. Szeretnénk pontosabban megérteni azt, hogy a tagállamokban mi a legjobb gyakorlat a munkaügyi felügyeletek működése szempontjából, de a tekintetben is, hogy a gyakorlatban hogyan valósítják meg az elveket a tagállamok. Ugye mindenki rendelkezik jogokkal, azonos jogokkal, csak az nem biztos, hogy megfelelő tájékoztatást is kap mindenki a jogairól. És erről kell gondoskodni, hogy megtörténjen. Amit ön említett, hogy itt másodosztályi országokról van szó. Nos, az áldozatok 61%-a, és ezek most tagállami adatok, hivatalos tagállami adatok, amelyekből merítettünk, belső áldozatok, azaz EU tagállambeli állampolgárok, akiket az EU belül szállítanak. Hogy hány harmadik országbeli van az áldozatok között, nos, erre is koncentrálnunk kell, ugyanúgy, mint az EU belüli EU-s állampolgárokra.